Hát szép öreget mindenkinek! Grúzia vlog! Feljöttem a nem tudom milyen tavakhoz itt Mesztiát, nem messze, lassan ma este 6 óra van, szóval neki indultam visszafele, mert napocska kezd már lemenni, kezd hűvös lenni. Másik oldalt havas hegyecskék. És nem is tudom, mikor indultam el, kb. Ilyen dél körül, lentről, tehát ilyen jó 5 órácskát fölfelsétálgattam. Inkább olyan 4, mert egy órát elheszeltem itt az egyik ilyen kis megállóba. Jól néz ki, mi? Tavacska. És most csak duma vlog. Beszélésre semmi extra, semmi akció. Elkezdtem megvágni még múltkorában, kb. 2 hónapja videókat. 2-3 éves videókat. És azt vettem észre, hogy az akkori szövegelem az eléggé különbözik a mostanitól. Nem bántja a fülemet, ahogy akkor beszéltem. Srácok, gyerekek, vagy gyerekek. Hallod? Izé. Az a szintű választéktalanság, mondjuk így. Meg volt jó pár szó, hogy nagyon ismételgettem az izé szócska, gyerekek, a srácok, a hallod, az ezt figyeld. Minden harmadik mondatban benne voltak, és az nagyon idegesít most egyébként. Nem tudom, régebben nem nagyon tűnt fel. Egyébként 2 éve valaki szóval tette, hogy nagyon cikés. Egyébként tényleg most én is így érzem, hogy hát elég minőségtelen. De most, 2 évvel később azt vettem észre, hogy elmúlt nagy részről. Nem használok annyit töltelékszót, és amikor viszonylag le vagyok nyugodva, hogy most itt a hegyek között itt sokkal könnyebben egyébként beszélek, viszonylag folyamatosan összeszedettebben. Vágtam a videót egyébként a Grúziába, utazó videót, és ott vettem észre, hogy milyen jó egy-két helyen, ahol szövegelek, már legalábbis az én szintemhez képest. Nem kellett nem belevágni. Elejét levágtam, végét levágtam, és annyi volt. És nem ősztem, nem volt benne izé, hozé, srácok, ezt figyeld, hello, stb. Hanem a lényeg. És meg is lepődtem, hogy mennyire másként szövegelek, mennyire másként beszélek a videókba, ugye az elmúlt 2 év alatt mennyit változtam, vagy 2-3 év alatt. Sokat javultam, azt kell mondjam, meg a vágási technikám az is sokat javult, ez fiad. Itt szóltok hozzá, mi? Hegyek Grúziában, nem tudok betelni egyszerűen. Hiába ülök és nézek föl rájuk, egyszerűen nem tudom megunni. Szóval a vágási technika, van egy olyan vágási technika, amit használok programban, hogy 2 videónak a hangrészét összesimítja. Crossfade-nek hívják angolul. És az nagyon jó, mert ha belevágok néhol az anyagba, az ember nem nézi a képet, csak hallgatja, akkor nem is tudja megmondani néha, hogy vágtam. És ezért ezáltal egyébként lehetőségem nyílik arra, hogy kivágjak egy-két nem odaélő szót. Például az izészocskát sokszor használtam korábban, ugye? És néha ki tudom vágni, hogyha nem nagyon hallatszódik, nem nagyon látszik, hogy ott volt egy kis ugrás. És egyébként lentről a faluból, Mesztiából néztem fölfele, és ezt például nem láttam. Sőt, nem is tudom, meddig lehetett látni, de hogy így eltakarják hegyek egymást különben. Az ember azt gondolná, hogy itt ez például, itt valahol ez, ez a teteje. Aztán fölmászik, és látja, hogy itt van még egy, és ez mögött van még egy különben. Ott lehet látnia. Ott valaki. Kibújik. És a több irányba is különben. Az ember fölmászik, és hoppá, van még tovább. Ezt mondják úgy, hogy lokális minimum, lokális maximum szakmai nyelven. És itt jön egy vándor úriember, akivel találkoztam lent a lenti pihenőbe. Nagyon sok utca van. És most megy fölfele, nem tudom, hogy mi a célja. Ilyen későn. Good hiking? Kamadjoba?
Kamarcsóban azt jelenti, hogy a helyi nyelven azt jelenti, hogy hello, grúzul. Meg a másik a Madloba, az a köszönöm. És a Didi Madloba, köszönöm nagyon szépen. Valahol falucskának, ott a falucskának az egyik része, oda kéne valahogy visszajussak, vagy az még föntebb van, annál még lejjebb kell mennem, azt gondolom. És egyébként a faluból lentről, ha fölnézel, akkor ennek a hegynek lehet látni itt ezt, a tetejét. Azt gondolod, hogy az a teteje, de nem, mert mögötte van még egy, amit innen lehet látni, és mögötte pedig van még egy. Sem tudom, hogy mögötte van-e több, de azt gondolom, hogy ennél már talán följebb nincsen, azt lehet, hogy látnánk. Havas hegyek, mit szóltak? Tisztára, mint Svédország. Magyar már Switzerland, hogy hívják azt magyarul? Svájc. Tisztára, mint Svájc. A keleti Svájc. Grúzia. És egyébként innen látszik ott egy másik falucska. Ott bent a hegyek között. Oda gondoltam elmenni. El tudnék sétálni egyébként itt végig a nem tudom, errefele valahogy. Az az első napja a Mestia Uzsguli treknek, vagy túrának egyébként. De még nem mertem bevállalni. Egyébként ma följöttem videózni, fölvenni egy kis hanganyagot Pablo Escobar túrához, Pablo Escobaros videóhoz. Hát nem sikerült, helyette túrázás lett. Annyi emberre találkoztam, annyi ember jött, ment, hogy elmondom. Nem akarok így videózgatni, nekem most egy ilyen csendes hely kéne, ahol senki se kuksol, hogy mit csinálok. Ez idegesítő egyébként néha, még mindig nem szoktam meg. Néha egyébként teljesen rendben van, de néha pedig nem szeretem, nem tudom. Itt most jó lenne, most senki sincs itt. Elmentek a többiek, nem tudom, hol járnak, előttem. És közben a telefonom persze lemerült. Na nem baj, valahol ott voltam fönt különben. Nem tudom, látszik a zászlórud ott valahol. Ott-e. És egyébként oda lenne jó fölmenni a hegytetőre. Az adnál mi. Jól néz ki a napsugár, lehet látni, hogy meddig ír a nap. És a másik oldalt lehet látni, hogy többek közt mindent lehet látni persze. Ott a hegynek az árnyéka már bújik előfele, és maga a vegetáció. Na, majd később megnézzük, egyelőre beszéljünk. Beszéljünk majd más témáról, egy nagyon fontos témáról. A helyfüggetlen munkás életmódról. Nem akarom kimondani a szitokszót, mert az emberek meghallják, akkor rögtön hagyat homlok melekülnek, hogy mi? Digitális nomád, az mi? Influencer? Na ja, szegény influencer szónak a sorsára jutottam egyébként. Nem egy rossz dolog, de viszonylag a fényen megkapott, úgy mondhatni, elkúr volt. Na minden lég az, hogy képzeljétek el, hogy az ember ugye helyfüggetlen munkát folytat, és azt jelenti, hogy bárhonnan dolgozhat, adjába egy laptoppal, és úgy dönt, hogy feljön a Mestiába, de Grúziába, és itt dolgozik a hétfőtől péntekig. De ha szerencséje van, akkor lehet, hogy lesz egy hosszú hétvégéje, és akkor ez már három napja, ez megfejeli egy szabadsággal, és akkor lesz már rögtön négy napja. Egy szabadság árán lesz négy nap szabadsága, és akkor rögtön elmehet már bárhova utazgatni itt a környéken. Ugye van itt ez a klasszikus Mestia kötőjel Uzsguli út, trek, nem tudom, hogy hívják magyarul, túra útvonal, azt szokott ilyen négy napig tartani, vagy hát valaki látolja kettő vagy három nap alatt is. Tehát az ember meg szerencsé van, akkor ki tud venni egy nap szabadságot, és akkor rögtön le tudja tolni ezt a négy napos kis túrát egy nap szabadság árán. És az elég ki lesz szerintem, mert mi az alternatíva az ember, ugye otthon dolgozik, ki kell venni a szabadságot, ide kell repülnie, ugye, nyilván ott is lehet, hogy ugye, lehet hosszú szabadság, hosszú hétvége, de ez kicsit más, ide kell repülnie, az időbe telik, macera, és a többi. De ha már itt van, akkor azt mondhatja, hogy elmegyek egy kicsit túrázgatni. És egyébként nem muszáj négy napot végigtolni. Ez elég király, különben négy éve letoltam ezt a négy napos túrát. Négy év, négy nap. Milyen szép kerek számok, mi?
Na mindezt, azt mindenkinek javaslom, ez brutál király, itt a Kaukázusban lehet látni, milyen hegyek vannak ugye körbe, teljesen körbe. Na mindezt, szóval a lényeg az, hogy ez a nomád élet, ez elég nagy szabadságot ad. Régebben ugye ezt a négy napos túrát úgy toltam le, hogy előtte befizettem egy ilyen csoportos túrára haverra, és akkor egy csoport révén ugye toltuk le, ami nagyon király volt egyébként. De ennek az a, nem tudom, rizikója, az a hátrája, hogy fix dátum, és ha nem jó az idő, akkor beszívtad. És ugye ezzel mit lehet csinálni? Hát nem tudom, ha nyáron kell jönni, akkor kevesebb esély van rá, hogy esik, vagy ilyesmi. De hát akkor is lehet az ember, nem tudom, gyomorrontást kap, vagy ilyesmit. Megbetegszik. Utolsó, nem tudom, kettő napban nem voltam nagyon erőteljes. Valami, nem tudom, valami rosszat ettem. És az utolsó kettő napban nagyon, nagyon erőteljesen rossz volt. Nem volt energiám, és össze kellett a fogaimat szorítani, hogy egyik lábat a másikra lételjem, úgy, mikor mentünk túrázni haverral. Ezzel szemben nyilván, ha az ember nomádkodik, és ugye van két nap hétvégéje, és nem tudom, elrontja a gyomrát, vagy megbetegszik, akkor azt mondja, hogy jó, hát akkor semmi gond, hétvége, pihenek, semmi gond nincs. Nem veszik el szabadság, nem veszik el repjes, semmi se. Nem, majd egy hét múlva megint még egyszer megpróbálják, és akkor az ember neki tud futni még egyszer annak, aminek akart, nem tudom, hét múlva. Én volt így, Belizbe voltam, el akartam menni az egyik ilyen magyar romhoz. Esős évszak, zuhogott az eső, mint az állat, és nem tudtam elmenni. Semmi gond nincs, ugye, benne is lehet a szobába tevékenykedni, lehet edzeni, lehet laptopba, ugye videót vágni, mit tudom én, lehet adminkodni, lehet nagyon sok mindent elintézni. Semmi gond nincs, a hét múlva újra megpróbáltam, teljesen jó idő volt, napsütés kék, és nagyon király volt egyébként, szóval. Nem bérgelődtem, hogy ezért jöttem ki szabadságot, hogy esik, akkor szobába beszorulok, stb. És a másik nagy dolog, hogy a munkámat is tudom csinálni, ami azt jelenti, hogy ha vasárnap a munkámat letolom, akkor hétfőn sokkal szabadabb vagyok. Nyilván nem tudtam elmenni bárhova egész nap, ugye, mert nyilván azért valamit kérdeznek, akkor válaszolni kell. Tehát ugye chat applikáció telefonon fönn, bárki bármit ír, tudok válaszolni. Ha nincs meeting, akkor igazából elég nagy szabadságon van, ugye hétfőn vagy kedden, ott mennyi munkát toltam le. Volt egyébként így, hogy elmentem intézni bevándorlási papírokat, hogy maradhassak, mégis rossz helyre mentem. És el nem is tudom, a délután 3 vagy mikor végeztem. El kellett mennem vissza a fővárosba, ott sor volt, megkeresni a helyet, stb. Kipengetni, mit tudom én, buszra várni, átszállni, stb. És annyit, nem tudom, szőröztem ezzel, hogy délután 3 lett, mire végeztem az egészen. De semmi gond nincs, ilyen rugalmas munkaidő. Azt jelenti, 3-kor nekiálltam, és akkor egy pár órát toltam ott a fővárosba, Belizbe. Tehát fogtam egy busz, visszamentem a hostelbe, ott addig befejeztem a maradék munkát. De ez rugalmasság, ugye, bár ez nem kell nomádkodni, ez elég, ha csak az embernek ugye rugalmas a munkaideje, és akkor otthon is bármikor elmehet ilyen fodrászhoz, még nem tudom bármit csinálni, postára, csekket befizetni. Ott voltam fenn valahol. És az a legnagyobb baj egyébként, ez semmi nem adja vissza, ezt a látványt. Semmilyen kamera, semmilyen fénykép, semmilyen videó. A hegyek puszta mérete, amikor itt van az arcodban egyszerűen, ez felfoghatatlan. Jó kis hófötte. Hely sapkák, vagy hogy mondják, ha van sapka, vagy milyen. Hófötte egy csúcs. És lassan egyébként kezdek leérni. Kezd a növényzet visszanőni. Napocska eltűnt, na nem baj. Ott még van egyébként arrafele. Oda kéne fölmenni mi. Egyéb iránt, akit érdekelne ilyen tartalom, amikor csak beszélek, akkor azt lehetne jelezni a... Megint eltévedtem. Most mondd meg. Nem minden jöttem, az biztos. Annyit beszélek, hogy az időt elbeszéltem. Na mindjárt megnézzük, hogy merre kell menni. A lényeg az, hogy arrafele van a sífelvonó, vagy nem tudom, hogy hívják a libegő. Szóval azzal szemben lakok. Szóval nem vagyok annyira eltévedve, de nem minden jöttem, az biztos. Na, és kéne lenni egy kávéháznak valahol. Kávéház, nem tudom, valami bódénak, ahol árulnak sört, meg kávét. Na mindegy, a lényeg az, hogy akit érdekelne ilyen tartalom, hogy csak így beszélek a semmibe. Szakértek, én is fölcsapok szakértőnek, azt
tudathatnál velem, és akkor ez a legegyszerűbb egyébként. Elindítom a kamerát, aztán beszélek ilyen helyeken, mint ez. Megvan, megtaláltam itt az első kis pihenőhely. Onnan jöttem-e, ott a falucska, az Mestia. És valahova, oda mentem fel a másik irányba, föl a hegyre. Látszik? Ha. Nem látszik, mert eltakarjott a kis dombocska, ott egy ilyen kis, hát nem kávézó, de valamilyen hely, ahol lehet venni általában sört meg kávét. Ez itt lent előttünk, ez itt a kert, ez itt Mestia. Valahol arra felől lakok, itt nem látszik a dombtól, hát a központ, és innen el lehet menni arra fel itt a hegynek az oldalában, így kacskaringóba egészen odáig, ami pedig az első állomása a Mestia Uzsguli túrának, szerintem az első nap alatt szokott végezni, hanem arra fel nem tudom, hogy melyik falucska pontosan, de szerintem ott az a bal része valahol, ott az, oda kéne elmenni, és ott lakni, ott nomádkodni. Egy aprócska bökkenő van, hogy nincs annyira meleg. Nyilván ki lehet találni, ahol ilyen hó van, ott lentebb sincs sokkal melegebb, annyira. És ezek a házikók, amiket itt ki lehet bérelgetni, vagy nem tudom, szobákat, azok nem arra készültek, hogy az ember télen ott elszállása magát. Nyilván az ember megalszik egy éjszakát, akkor rendben van, ha túrázik, semmi gond. Ha az embernek dolgoznia kell, és napközben hideg van, akkor az nem a legjobb. Szóval nem tudom, hogy mi legyen, elmegyek oda, vagy nem. Lehet, hogy csak egy ilyen éjszakára elmegyek, mert az ember nagy számkülönben innen elmenni valahonnan, Mestiával, egy nap oda, nem tudom, szombaton, vasárnap vissza. Az király lenne. És kezd egyébként ősz lenni, ha jól látom. Sárgulnak a fák. Milyen brutál kilátás. Már csak le kéne érjek valahogy. Még nincs sötét. De... már kezd az lenni, és kezd hűvös lenni. Fönn a hegyekben, hát nem is tudom hány fok lehet. Tizen valamennyi talán. A szél is néha fújdogál. Egyébként van egy jó kis mikrofonom, szóval nem hallatszódik nagyon bele a szél szerencsére. És most pedig valahol itt kéne lemenni. Nem pont erre jöttem, de innen láttam embereket följönni. Oda kell visszamenjek valahova. Nincs olyan messze, itt lehet kukucskálni a fenyő között. Oda le. Na jó, irány. Csak semmi téliszony. Egyszer Honduras, amikor elmentem így körülnézni, az telefonom lemerült időközben, sokat videóztam. Mentem hazafele. Azt kell tudni Hondurasnak erről a részéről, ami egy sziget, Huahana szigete, hogy ott nincs olyan világítás faluk között, mert mi a falukban sincs este, ilyen három, hát este héttől ezt szokták kapcsolni 3 órára a villanyt néha, attól függ melyik nap, meg nem tudom melyik éjszak, hogy spóroljanak. És az utolsó falucskától 20 perc séta volt a hostel, a szállás, ahol én megszálltam, és egy része, ez ilyen bement, mint a mostani, ilyen fás domboldalba. Tehát sötét volt. Ott egyébként nem volt ilyen ennyire szerény a lomb, hanem teljesen be volt nőve fákkal. Tehát ott este sötét volt. Hogy nem gond egyébként annyira, nem félek a sötétbe, de ezen a szigeten voltak ilyen pókok, ilyen ekkora, ilyen nem is tudom, madárpók, hogy tarantulla. És amikor korábban mentem egyébként, ezen az úton, akkor volt, hogy eliszkoltak itt előttem, még meg kellett kerülnem, ugye akkor volt nálam lámpa, a telefonot tudtam világítani, és ezúttal nem volt telefon, mert lemerült, és semmi nem volt nálam. Akkor kicsit egyébként, őszintén szólva, kicsit majréztem, mert mi lesz, ha rálépek egy ilyenre? Ezt mennyire veszik zokon ezek a pókok? Azt mondják, hogy jó, nem bántanak, hogyha te se bántod őket, szóval mindegy, itt nem tudom, vannak-e pókok, de kezd sötét lenni. És ó, láttunk egy skorpiót hostelben, az volt Kutaisibe,
egy ilyen város, és ha ott van Skorpió, akkor lehet, hogy itt is van, ahol nincs annyira nagy városi tömeg, meg beton dzsungel. Hát nem tudom. Mindesetre szurkoljatok. Van egy kis probléma. Este lett, és nem nagyon van út. Ja. Vízmosásszerűség van különben. Ebből jöttem le, bízom abban, hogy egyszer majd le fogok érni, de még mindig nem értem le. Most ha vissza kell mennem, akkor... Gatyafékkel, gyerekek, gatyafékkel! Oj, Istenem! Így! Na most tévedtem el. Ha nem, erre lesz, jó van. Majd még lejjebb. Úgyne. Hol a vég ennek az egész szarnak. És persze a telefonom. Ez kezd lemerülni. Ó, gyerekek, nem baj. Így lesz kalandos a vége. Így fogom megérdemelni a kis vacsorát. Na, kiértem. Már látszanak a város fényei, vagy falváros, falu fényei. Ó, gyerekek, ez... Nem tudom, látszik ott a hold. Ó, lehet világosítani rajta. Szóval... Azon féltem, hogy... Egy vízmosásba kerültem, mert nagyon olyan úgy jöttem le, hogy gatyaféken és csúszva végig. Kapaszkodtam az ágakban, meg mindenbe, hogy ne loduljak meg olyan gyorsan. Fékezzem magamat. Azon gondolkodtam, hogyha ez tényleg csak egy vízmosás, és hogyha a vége egy ilyen sziklaszírten végződik, akkor mehetek vissza. És az brutál szívás lett volna ott fölmászni. Ilyen sötétben. Na mindegy, keressük meg a szállásunkat valahol. Valahol addak kéne lemenjek. Nem tudom, még egy jó pár 100 méter, 1700 körül írta itt az egyik kő. Mert azt jelenti, hogy még 200? 300? Na mindegy. Na, akkor bandukoljunk, kedélyesen. És visszaértem le a falucskába. Már csak egy pár utca, és nem vagyok a fő utcán, ami a legalacsonyabban fekvő rész a falunak. Nem tudom, látszik-e, tele van ilyen kis tornyocskákkal itt. Szóval van tornyok itt egy másik. És íme a jól megérdemelt vacsora egy kis házi paradicsom szósszal, egy kis Swan kaja. Akkor jó étvágyat! Ez a kaja, ez über. Über király volt, nem is bírtam megenni, el kellett hoznom a utolsó kis szeretkéjét. Azt mondták, hogy ez a egyik ilyen olyan kaja, amit szoktak itt a helyi Swanok, akik itt élnek, ők enni. Ugyák akcióban. Nézd! Jön tarhálni. Igyázik el, mert a kaját megcsípik. Utkon volt valaki, leengedte az acskót maga mellett, és megrágták az acskót. Nem tudom, valami sajt volt benne, és így ne kellett folyni a kaja az utcára. Úgy kellett a kutyát eljeszteni, hogy abba hagyja. Na mindegy, ennyi volt a mai máró aktuális tudásmennyiség. Ez az új szlogen, vagy szövegem. Ki vagyok tikkadva, megyek haza. Kicsit csillezek, aztán alvás. Köszönöm a figyelmet. Take care.